A magyar emberek április 8-án egyértelműen kifejezték abéli szándékukat, hogy nem akarnak bevándorló országban kérni, nem akarnak bevándorló országban élni, de ez azt is jelenti, hogy a magyar emberek nem kértek a Soros tervből. Viszont fontos azt látni, hogy ennek ellenére Soros György és szövetségesei nem álltak le. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a Soros hálózat továbbra is az útjában álló nemzeti kormányok eltávolításán dolgozik. És ebből ugye nem is csinál titkot, hiszen a Nyílt Társadalom című könyvében, szó szerint mondom, hogy mit ír, azt mondja, hogy mivel a szuverén államok visszaélnek a hatalmukkal, tekintélyük hanyatlása üdvözlendő, ezen a ponton, mondja Soros, írja Soros György, az államellenes hozzáállások teljes mértékben helyén valónak tűnnek. Azt láthatjuk, hogy ez nem csupán egy vélemény, hanem Soros György eszerint dolgozik is, tehát politikai és pénzügyi spekulációk miatt Soros György és a hálózata abban érdekelt, hogy Európa bevándorló kontinensé váljon, a nemzetállamok, az európai nemzetállamok meggyengüljenek, káosz legyen és válság. Ennek az akna munkának az eredményét már több országban is láthatjuk, hiszen a Soros hálózat jelen van a világ és Európa minden jelentősebb országában. Választásokat próbál meg befolyásolni, politikai válságokat idéz elő, és ha érdekei úgy tartják, akkor kormányokat buktat meg. Azt tudjuk, hogy a Soros hálózat dollármilliókkal próbálta befolyásolni például a 2014-es európai parlamenti választásokat, de azt is tudjuk, hogy erősen behálózta a Soros hálózat a brüsszeli intézményeket is. Ma már Olaszországban és Görögországban is egyértelmű, hogy a Soros hálózatnak komoly szerepe van ezeket az országokat sújtó migrációs válságban, illetve annak előidézésében. A Soros hálózatnak benne volt a keze a balkáni eseményekben is, a macedón politikai válság kialakításában, a szlovák, az ukrán kormány megbuktatásában és a romániai politikai helyzet instabilitásában is részt vettek. És hát azt is láthatjuk, hogy ahol átveszik a hatalmat, ott mindig Soros embereit ültetik be a kormányba. Soros Avaz nevezetű szervezete befolyásolta a francia elnökválasztást, de még az osztrák országgyűlési választásoknál is felmerült Soros neve. Az Avaz szervezet egyébként, ugye emlékezhetünk, hogy az április 8-ai választás is megpróbálta, a magyar választás is megpróbálta befolyásolni. Tehát a magyar választást is nyíltan megpróbálta befolyásolni a Soros hálózat, de minden erőfeszítésük ellenére nem tudták eltávolítani a nemzeti bevándorlás ellenes kormányt. Azonban azt a céljukat nem adták föl, hogy a Soros hálózat továbbra is az útjában álló nemzeti kormányok eltávolításán és a Soros terv végrehajtásán dolgozik. Mindennek pedig azért van jelentősége, még április 8-a után is, mert a jövő évi Európa parlamenti választás meghatározó lesz Európa jövője szempontjából, hiszen itt végre az európai polgárok elmondhatják a véleményüket, hogy akarnak-e egy bevándorló kontinensen élni, avagy sem. És a Soros hálózat, ahogy eddig, most is mindent meg fog tenni, hogy befolyásolja az európai parlamenti választásokat, és a bevándorlás párti erőket fogja támogatni. Nekünk viszont mindent meg kell tennünk a következő időszakban azért, hogy megvédjük Magyarországot, megvédjük az európai országok nemzeti szuverenitását, és megvédjük az európai keresztény értékeket.